2017-es nyári körútja alkalmával számos helyszínen megfordult a Paks 2 projektet bemutató interaktív kamion, hiszen a Volt Fesztiválon, a Balaton Soundon, az EFOTON, a Campus Fesztiválon, az East Festen és a Szigeten is jelen volt a jármű, amelyre több ezren voltak kíváncsiak életkortól függetlenül. A kamion egyre növekvő népszerűségét kiválóan tükrözi, hogy a korábbi fesztivál körúthoz képest átlagosan 10-15%-kal nőtt a látogató száma. Egy kérdőív alapján például kiderült, hogy a vendégek több mint kétharmada gondolja úgy, hogy az atomenergia olcsó és klímabarát, emellett az is kiderült, hogy a látogatók 90%-a új információhoz jutott, illetve hogy ezeket az információkat az emberek 80%-a hasznosnak is találja. Nincs azonban megállás, hiszen augusztus 18-a és 20-a között a debreceni Virág Karneválon is ott lesz a tájékoztató jármű, amelyhez köthető kiállításon az érdeklődők megismerhetik a Paks 2 projekt eddigi eredményeit, tájékozódhatnak a beruházás jelentőségéről, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól, szerepéről. Az érdeklődők a járműben interaktív táblákon ismerkedhetnek meg az atomenergia békés célú felhasználásával, illetve az atomerőműben üzemelő 4, valamint a tervezett 2 új atomerőművi blokk legfontosabb tulajdonságaival. Ugyanakkor a kamion melletti energiaszigeten a pihenésé, a kikapcsolódásé és a szórakozásé a főszerep. A mobil kiállítás a debreceni Virág Karnevált követően az augusztus 23-a és 26-a között megrendezésre kerülő Szegedi Ifjúsági Napokon zárja fesztivál körútját.